Társaim, kedves magyar testvéreim! Mindenek előtt hagyj köszönjem meg szokásomhoz hűen ma is azt, hogy eljöttetek, hogy itt legyünk együtt a Corvin közben, ezen a szent és legendás helyszínen. Szeretném azért megköszönni önöknek, nektek, mert abban az új szabadságharcban, amelyben visszük az ászlót, abban az egyik legfontosabb feladatunk, hogy soha ne engedjük azt, hogy beszippantson minket a Matrix, ne engedjük, hogy elhitessék velünk, hogy elég egy like, hogy elég ott lenni valahol a közösségi médiában. Mert a valódi harc az most is itt zajlik, a való világban, a való életben. És önök, ti vagytok azok, akik ezt felismerték, és akik függetlenül attól, hogy éppen a világ disznófejű nagyurai hogyan döntenek, hol jelenhetünk meg, és hol nem jelenhetünk meg, ti pontosan tudjátok, hogy az igazi küzdelem az nem az ő világukban, hanem a mi világunkban, a valóság világában fog majd eldőlni. Úgyhogy hadd köszönjem meg még egyszer, ti vagytok a hősök, ti vagytok azok, akik ma, ugyanúgy, mint az 56-osok, most 2021-ben és 22-ben megvívjátok velem együtt ezt a harcot. Köszönöm ezt nektek! És rendkívül megható volt itt állnom, és azért fordultam meg és tapsoltam meg én is a mögöttem álló 105 képviselő jelöltet, mert egyrészt emlékszem arra, amikor a 90-es években a Hősök terén én magam álltam az ország legfiatalabb országgyűlési képviselő jelöltjeként a színpadon, és akkor 100 000 ember volt velünk szemben, mert az még egy olyan világ volt, amikor mindenki tudta, hogy ezeket a harcokat nem az interneten kell megvívnunk, hanem a való világban, ahol sokkal nehezebb cenzúrázni, félrevezetni, hazudozni és előadni mindenféle műsorszámot. De most 2021 van, és most is kell 106 olyan bátor magyar, aki vállalta azt, hogy én megyek elől, de jönni kell velem ezen az úton, hiszen egyedül soha semmit nem tudtam elérni, és soha semmit nem fogok tudni majd elérni. Úgyhogy hadd köszönjem meg külön a 105 bátor honfitársamnak, hogy ma ide állt velem együtt erre a színpadra. Kérek nekik egy tapsot. Mert hatalmas nagy dolog ez, kedves magyar honfitársaim. Hatalmas nagy dolog, mert olyan túlerőkkel állunk szembe, olyan elképesztő erő van a másik oldalon, sőt oldalakon, amelyre nagyon ritkán volt példa a történelemben. És ha már a történelem, ha már 1956, 1956 júniusában egy nagyon fontos esemény történt. Akkor is kimentek hazafiak az utcára, Lengyelországban. A poznáni munkás felkeléssel elindult egy olyan hullám, ami végül is itt robbant. Nagyobbat, mint ez az ágyú, itt az előbb, itt Budapesten, a magyarok által. 1956. júniusában a lengyel testvéreink előre mentek, és aztán mi befejeztük azt, amit ők elkezdtek. És nagyon büszke vagyok arra, hogy Robert Vinicki barátom ma eljött, első kérésünkre eljött ide Varsóból, hogy ide álljon velünk együtt el a színpadra, mert ennek két szempontból is szimbolikus jelentősége van. Az egyik 1956, a poznáni felkelés. A másik pedig 2006. 2006-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. szimbolikus, sorsszerű évfordulóján itt Budapesten ismét olyan események zajlottak, amelyre fölkapta a világ a fejét. És valami olyan dolog történt, amit nem terveztek, ellentétben a filmmel. Ezt nem tervezték. Mi spontán módon mentünk ki rengetegen, nem néhány százan, nem néhány ezren, több tízezren, mert nem csak Budapesten,
Mentünk ki az utcákra, Szegeden, Veszprémben, Pécsen, Nyíregyházán, mindenhol. Én magam is jártam az országot. Sok tízezer, talán több százezer magyar honfitársunk ment ki az utcákra. És aztán 2006 után engem meghívtak egy lengyelországi városba, Katowice városába, a Romantikus Erőszak zenekarral együtt, Sziva Balázsékkal együtt mentünk ki, és azon tanakodtunk az úton, ami elég hosszú volt, mert én akkor éppen ki voltam tiltva a Szlovákiának nevezett elszakított területeinkről, ezért Csehországon keresztül kellett az egész zenekarnak miattam kerülni, és mivel megérkeztünk Katowicére, volt időnk végig azon elmélkedni, hogy vajon lesz-e mondjuk 5-6 embernél több a Romantikus Erőszak koncertjén és az én előadásomon. Hát ki hallott már rólunk Lengyelországban? És abban reménykedtünk Sziva Balázssal együtt, hogy lesz előttünk egy lengyel, valamilyen felvezető előzenekar, talán arra eljönnek lengyelek, és így nem egy üres teremben kell majd beszélnünk, illetve zenélnünk. És akkor ért az első nagy meglepetés, én nem voltam korábban Lengyelországban. Kiderült, hogy Katowicén már nagyon sokan vártak minket, tudták, hogy kik vagyunk. Folyamatosan figyelték a 2006-os eseményeket Lengyelországból. És egyszer volt üres aznap este a terem, egyszer mentek ki az ott jelenlévő több száz fiatal, hogy megígyanak egy jó vodkát a koncertek előtt és az előadás előtt, amikor a lengyel előzenekar következett. Az a sok száz lengyel az ránk várt. És én akkor döbbentem rá arra, hogy az az erő, amit Lengyel-Magyar Történelmi Szövetségnek hívunk, ami sok-sok száz éves, valamilyen nagyon furcsa, nagyon mélyen a népeink lelkében gyökeredző szövetség, az ma is él, az ma is olyan erő, amellyel szembe tudunk szállni, bármilyen túlerővel szemben. És akkor... És akkor ott 2006 után Katowice városában, amikor találkoztunk az esemény főszervezőjével, egy szőkehajú, kicsit vékonyka, vékony dongájú, szemüveges fiatalember volt, úgy hívták, hogy Robert Vinicki, egy fiatal srác, egy fiatal ifjúsági szervezet, civil szervezet vezetője, és aztán elmentünk este, meghívtak minket természetesen több száz lengyel hazafival együtt, egyrészt megmutatták, hogy mi az a vodka almalével, én nem hallottam korábban róla, és reggelig arról beszéltünk, hogy mit lehetne tenni azzal az iszonyatos nagy túlerővel szemben, amelyes szemben itt vagyunk mi, hazafiak Lengyelországban és Magyarországon, hogyan tudunk ezzel ellen küzdeni. És akkor én azt mondtam azon az estén, hogy két lehetőségünk van. Itt vagyunk 20 éves fiatalok, se pénzünk, se médiánk, se bankár kasztok mögöttünk, se pártunk, semmi. Két lehetőségünk van. Hittel, kitartással, hosszú küzdelemmel, vagy az utcáról, vagy a parlamentből kell végre felszabadítani a hazánkat. És ebben megállapodtunk Roberttel. Ennek megfelelően 2010 után Robert Vinicki a lengyel nemzetiek vezetője lett, parlamenti képviselő lett, és jelenleg is ő a Nemzeti Mozgalom elnöke, és Európa legnagyobb és legerősebb nemzeti függetlenségi felvonulásának a főszervezője, ahol 100 000 ember előtt mondhattam én is beszédet néhány esztendővel ezelőtt. És mi kellett ahhoz, hogy Robert Vinicki és az ő fiatal, 21 néhány éves társai, hiszen még nálam is fiatalabbak, mi kellett ahhoz, hogy Európa legnagyobb, legerősebb, minden esztendőben, minden novemberben megtartott felvonulását ők megszervezzék? Semmi nem volt a kezükben. Semmi. Csak elszántak voltak, hittek abban, hogy sikerülni fog, nem engedték magukat lebeszélni arról, hogy valamit tegyenek, nem engedték a széthúzást, és belevágtak. Az ellenség gúnyolódott, nevetett rajtuk, ahogy rajtunk szokott.
Aztán egyszer csak elnémult az ellenség, amikor 100 000 lengyel jelent meg a felvonulásukon. Ugyanúgy, mint ahogy itt az ellenségeinek az arcára fagyott a mosoly 2006-ban. 2006-ig én még emlékszem azon arra, hogy hogyan gúnyolódtak azon a mozgalmon, amit vezettem, hogyan nevettek azon, hogy mit akarunk mi 64 vármegyével. Mit akarunk mi? Az idő meghaladta Trianont. Anakronisztikus, amit csinálunk. Gúny és a megvetés tárgyai voltunk. Ez 2006-ban véget ért. Akkor taktikát váltott az ellenség. Onnantól kezdve elkezdték szétszúzni. Szétszúzni azt az egységet, ami 2006-ban néhány éjszakára megjelent itt Magyarországon. Kitaláltak mindenféle történeteket, összeesküvés elméleteket. Nem is forradalmárok voltak kint az utcán, hanem csőcselék. És milyen ismerősek ezek a mondatok? Hát 1956 után a forradalom, a szabadságharc leverése után pontosan ugyanezeket mondták az akkori forradalmároktól. Csőcserék, gyújtogató, vandál. Ugyanezt halljuk a mai napig. Rólunk 2006-osokról. Aztán 2010-ben azt hittük, hogy eljött az ideje a rendszerváltozásnak. Mi vállaltuk azt, hogy gúnytárgyai voltunk, aztán pedig mi voltunk a céltábla. Próbáltak minket a végén börtönbe is zárni. De 2010-ben tudtuk, hogy itt a lehetőség arra, hogy most végre befejezzük azt, amit 1989-ben, 90-ben kellett volna a kommunista diktatúra látszólagos bukása után befejezni. De mint tudjuk, a rendszerváltást elhazudták és elsikasztották. És azt hittük, hogy itt az idő 2010-ben majd, az a magát nemzetinek mondó két párt, a Fidesz és a Jobbik befejezi, hiszen együtt nem kétharmados többséget kaptak tőlünk, hanem 90%-os többséget. Bármit megtehettek volna. Bármit. És 11 esztendő telt el azóta. 11 év. És miközben lengyel barátaink sok mindent megváltoztattak már Lengyelországban. Roberték ott vannak azóta is folyamatosan a parlamentben, és 100 000 lengyellel vonulnak fel minden novemberben. És ott vagyunk egyre többen, nem csak magyarok vonulunk velük hosszú évek óta. Ott vannak a svédek, németek, franciák, angolok, mindenhonnan egész Európa nemzeti erői, ott vonulnak velük együtt. Ez alatt a 11 esztendő alatt mi magyarok jottányit nem tudtunk elmozdulni. Onnan, ahol 2010-ben voltunk. Sőt, ha az etnikai népesedési helyzetünket nézzük, kevesebben vagyunk magyarok ebben a hazában, és többen vannak a nem magyarok ebben a hazában. És hogyha azt nézzük, hogy 11 esztendő alatt ennek a magát nemzetinek mondó kormánynak az Elkurtuk című filmet sikerült kiizzadnia magából, a választási kampány részeként, és a Saul fiát, akkor látjuk, hogy miért maradt el a nemzeti feltámadás az elmúlt 11 esztendőben. Sőt, 2010 utáni első 1-2 évben én magam is azt gondolva, hogy végre felhagyhatok a közéleti küzdelmekkel, harcokkal, ami nekem nem a bársonyszéket jelentette, hanem verést, verekedést, letartóztatást, megvetést, gúnyt, ahogy az előbb mondtam, céltábla, voltam sok-sok honfitársammal együtt, de azt gondoltam, hogy végre ennek vége. Végre élhetem a saját életemet, és kiköltöztem egy tanyára. És ez volt 2012 környékén, és még akkor azt hittük, hogy megtettük, amit megkövetelt a haza, és most majd a parlamentben megteszik azok, akiket oda küldtünk, ami az ő feladatuk. Aztán hirtelen azt láttuk, hogy mintha
kezdene az az állarc leesni a kormányról. Hiszen először azt láttuk, hogy alkotmányozást ígértek. Mi már 2006-ban alkotmányozó nemzetgyűlést akartunk, csak 2000 ember nem alkotmányozhat. És 2010-ben világos volt az üzenetünk. Mi nem azért harcoltunk, hogy újra elsikkasszák a rendszerváltozást. És aztán kiderült, hogy Szájer József írja a keresztény nemzeti preambulumot az új alkotmányhoz. Ezt hozza a nem kétharmados, 90%-os nemzeti többség a parlamentben. És kiderült, hogy nem alkotmányozás folyik, nem a történelmi alkotmányunk helyreállítása történik, amit 1949-ben a sztálinista alkotmánnyal végleg megsértettek és megszakították a jogfolytonosságot, hanem csak egy alaptörvényt kapunk. Egy alaptörvényt, amit egy párt alkot olyan hiteltelen személyekkel, mint Szájer József és a többiek, akik azt megírták. Már akkor kezdtünk gyanakodni, hogy itt valami nem stimmel. Aztán azt is láttuk, hogy az alkotmányozáson túl az az ígéret, amit a Fidesz nemzeti szavazóknak mondott, a saját szavazóinak is, hogy ő most felépíti a nemzeti tőkés osztályt, mert a globalista, nagy, óriási multicégekkel szemben kell a megerősített magyar vállalkozói réteg. És ez jól hangzott. Ezt mondták belső körökben is. Ezt hallgatták a fideszesek is tőlük. Aztán szépen lassan 2012-13-14-ben már kezdtük látni, hogy Mészáros Lőrinc nem Széchenyi gróf. Endi Vajna nem olyan, mint akár a 19. század nagy pénzemberei, mecénásai, nemes emberei. Akkor már kezdtünk gyanakodni. Aztán már a világossá vált, hogy miről szól ez a nagy nemzeti színbe öltöztetett nemzeti kormányzás. Alapjaiban semmilyen negatív folyamatot nem tudtak megállítani. Alapjaiban a magyarság fogyása ugyanúgy zajlik tovább, miközben más népek, vagy akár etnikumok, mint a cigányság, továbbra is népesség robbanást produkál a saját hazánkban. És azt is látjuk, hogy amikor a világgal kellene szembeszállni, akkor is csak szavak szintjén, csak kommunikáció szintjén zajlik a szembeszállás, valójában nem történik semmi. És egy óriási színjátéknak, ilyen filmeknek, mint az előbb említett film, nek a nézői vagyunk a moziban. A valódi rendszerváltozás, amely a magyarság felemelkedését hozná el végre, az nem történt meg. És ott a másik, kénytelenek vagyunk beszélni róla, a másik magát nemzetinek mondó párt, akit bevittünk a parlamentbe, bejuttattunk a parlamentbe, ott van a Jobbik, akit elintézek egy mondattal, azokká vált, akik ellenében létrejött. Azt hiszem, elég is róluk ennyi. És itt vagyunk most 2021-ben, maroknyi bátor, de mindenre elszánt magyar hazafi, akik az utolsó nagy csatára készülnek. Miért mondom azt, hogy az utolsó nagy csatára készülünk ebben a háborúban? Azért, mert 1956-ban úgy nevezte magát a világot uraló hatalom Európának ezen a felén, hogy kommunisták. Azt mondták magukról, hogy ők azok, akik kommunizmusért küzdenek. Aztán eltelt néhány évtized, és azt mondták, hogy kicsit könnyedebben már csak szocialisták vagyunk. Már csak szocializmusért küzdünk. Aztán megint telt múlt néhány év, közben elsikkasztották a rendszerváltást, és 1994-ben jött egy újabb fordulat az MSZP-SZDSZ koalíciójával, összeborulásával megtanultunk egy új definíciót, egy új meghatározást rájuk,
a bal liberálist. Aztán megint eltelt jó pár év. És aztán jött 2006. 2006 után már nem merték azt sem mondani, hogy csak úgy balliberálisok, már kezdték azt mondani, hogy tulajdonképpen kicsit zöldek is vagyunk, kicsit lehet más a politika, inkább liberálisok, mint baloldaliak. És megint eltelt néhány év, és most, 2021 őszén egy új nevet kell megtanulnunk velük kapcsolatban, már nem balliberálisok, kedves magyar honfitársaim. Ők nem kommunisták többé, nem szocialisták többé, nem balliberálisok, nem kozmopoliták, ők a globalisták. És valójában, hiába nevezték magukat bármilyen néven korábban, mindig is ugyanazok voltak. Miről ismerszik fel ez az ellenség? Arról, hogy mindig új világrendet hirdet. Több száz évvel ezelőtt kezdődött el ez a folyamat. Már a francia forradalom, már a szabad kőművesek új világrendről beszéltek. Azt mondták, nem jó ez a világrend. Keljetek fel, lázadjatok a régi világrend ellen. Nem jó az, hogy Isten hívő emberek vagytok és templomba jártok. Nem jó az, hogy nemzetben hisztek, hogy összetartotok. Szét kell zúzni a nemzeti összetartozást is. Ne legyetek büszkék! Aztán jött a következő fázis. Ne legyetek már arra büszkék, hogy családotok van. Ne legyetek már arra büszkék. Az nem büszkeség, hogy gyereketek van. Mindenki tud gyereket csinálni. Arra legyél büszke, hogy más vagy. Arra legyél büszke, hogy deviáns vagy. Hogy beteg gondolataid vannak. Hogy sátánfajzat vagy. Ezt kezdték felemelni. A degeneráltságot, a bűnt, a sötétséget felemelték, és ami magasztos volt, ami szép volt ezen a világon, ami rendet teremtett a társadalmainkban, azt pedig letaszították. És mindig új világrendet hirdettek. Először csak azt mondták, hogy felszabadítjuk a jobbágyokat. Milyen szépen hangzott. Humanista jelszavak. Mindenki hit benne. Aztán jöttek a forradalmak. Aztán amikor ez megvalósult, akkor jött a következő. Akkor azt mondták, hogy ez sem elég. Nem elég, hogy egyenlőek lesztek, legyen proletár diktatúra. Nyomjátok el ti azokat, akik eddig elnyomtak benneteket. Aztán megint váltottak. És azt mondták, hogy megint új világrendet szeretnénk nektek. Jön az új világrend. Ez egy hidegháborús világrend. De valójában miközben zajlott a hidegháború, nem véletlenül hagytak minket cserben 1956-ban. Nem véletlenül nem jött ide az amerikai hadsereg, mint az első világháborúban, mint a második világháborúban, amikor Európának a földjére léptek. 56-ban nem jöttek. Hiába küldtünk innen a rádión keresztül segélykiáltásokat a nagyvilágba. Nem jöttek. És nem azért nem jöttek, mert a Suezi csatornánál volt dolga éppen a nyugatnak, ahogy azt tanuljuk a történelemkönyvekből. Azért nem jöttek, mert a világ urai valójában akkor is a Föld mindkét féltekéjén, északon, délen, keleten, nyugaton ugyanazok voltak. És ma már tudjuk, hogy Henry Kissinger már a 70-es években összehozta a kínai kommunista vezetést az amerikai vezetéssel. Már akkor a színfalak mögött gyönyörűen megegyeztek, és ezért soha, soha nem kellett volna félni a hidegháborús évtizedek alatt attól, hogy valaha atomháború lesz ezek között az országok között. Valójában soha nem is akartak. Valójában végig együtt dolgoztak a színfalak mögött. A kommunista szovjet vezetés, a kínai kommunista vezetés, a maoisták és a nyugatiak. Végig ugyanúgy együtt dolgoztak. És mindenre most mi kezdünk rávilágítani. Először a történelem során. Mert eddig mutattak ide, mutattak oda, de valójában ugyanaz. Ugyanaz az ellenség volt nyugaton, keleten, északon és délen. És nevezhette magát kommunistának,
proletár diktatúrának, liberálisnak, zöldnek, vagy éppen most globalistának, ugyanazt képviselik. És mindig új világrendet akarnak. Már megint. Már megint meghirdették az új világrendet. Csak közben azt is látnunk kell, hogy folyamatosan változik a történelem. És nem úgy, mint ahogy azt a parízer király, Jakab Péter mondta, hogy ők történelmet csinálnak. Nem, ő felvágott egy parízert. A történelmet a győztesek írják, és történelmet rajtunk kívül csak mi tudunk. Mi tudunk csinálni az utcán, ahogy 2006-ban tettük, és hogy most 2022-ben arra készülünk, hogy történelmet fogunk írni. Csak hogy különböző történelmi időszakokban, kedves magyar bajtársaim, különböző eszközöket használ ugyanaz a rendszer az elnyomásunkra, és nekünk különböző eszközöket kell használnunk az ellenük való harcban is. Nem véletlen, hogy 1848-ban nyomdát foglaltak el a felkelők. 1956-ban a magyar rádió épületét foglalták el a felkelők. 2006-ban a magyar televízió székházát foglaltuk el. És most 2021 van. Mi most a teendőnk? Hiszen most már nem lenne értelme a televíziót, a köztelevíziót elfoglalni. Sokszor megkérdezik tőlem, hogy most miért nem foglaljuk el a köztelevízió épületét, hiszen most is hazudnak. Igen, most is hazudnak. Most sem tudunk mi bejutni a köztelevízióba. Most is elhallgatják ezt a mai rendezvényünket is. De minek menjünk oda? Egyre kevesebben nézik a köztelevíziót, és aki nézi, hát, ha elhiszi, ami ott van, és ez alapján szavaz a Fideszre, akkor nem biztos, hogy most nekünk van miről beszélni velük. De az a nagy kérdés, hogy mégis akkor mi a teendőnk? Vissza kell foglalnunk a hazánkat. És meg kell néznünk, hogy az elnyomók milyen eszközöket használnak jelenleg. Hol folyik a legádázabb harc velünk szemben? A közösségi médiában, a világhálón, és természetesen a pénzügyi rendszeren belül, hiszen az állami számvevőszék fontosnak találta az elmúlt hónapokban átvilágítani a Mi Hazánk mozgalmat, amely egyetlen egy fillér állami támogatást nem kap. Tehát azt gondoljuk, hogy igazából joga sincs az állami számvevőszéknek ehhez, de nyilván mi kiadtunk minden bizonylatot, elszámolást, és mindent rendben talált majd nehezen az állami számvevőszék, mert hogy nem tudott más jelentést végül leadni. De megpróbálnak majd minden módszert ellenünk. Megpróbálnak majd lejáratni minket, nem csak elhallgatni, most csak elhallgatnak, hanem megpróbálnak minket lejáratni. Megpróbálnak majd elhallgatni újra és újra, és újra és újra elmondják majd azt, hogy mi szörnyek vagyunk, farkasok vagyunk, voltunk már ügynökei mindenkinek, és a többi, és a többi. Mi az, amit tehetünk ez ellen? Eljutunk azokon a csatornákon keresztül, ahol csak tudunk, eljutunk az emberekhez. De a legfontosabb, hogy megértsék az emberek azt, hogy amikor fölmennek a közösségi médiába, akkor ott nem lájkok vannak, hanem hús-vér emberek. Ezt az üzenetet kell önöknek, nektek átadni mindenkinek, aki körülöttetek van. Mert így tudjuk csak legyőzni azt a sokfejű sárkányt, amely különböző korokban, különböző eszközökkel próbál minket támadni. És miért kell megtanulnunk egy új szót erre az ellenségre? Azért, mert a mostani őszi politikai történések egy olyan furcsa eseményt hoztak, amely, bevallom őszintén, még engem is meglepett, pedig így 25 év politikai küzdelem után már kevés dolog tud engem meglepni. El kell, hogy ismerjem, leleményes ez a sokfejű sárkány. Ugyanis kitalálták azt, hogy mivel a magyarok körülbelül olyan reménytelen nép számukra, mint a lengyel testvéreink, egyszerűen itt nem tud szárba szökni az a deviáns liberalizmus,
az a beteg gondolatokat hozó új Matrix világ, amit ők oly nagy sikerrel tudnak nyugaton megvalósítani. Egyszerűen nem megy. Ezek a magyarok, ezek még mindig olyanok, mint a lengyelek, hajlíthatatlanok. Itt még mindig hiába szervezünk nagyobbnál nagyobb pride-okat, amit természetesen a Fidesz kormány minden további nélkül hagy, hogy növekedjen. Itt Budapesten. Hiába tör ránk a propaganda mindenhonnan, minden csatornáról, ezek a magyarok még mindig családot akarnak, ezek a magyarok még mindig büszkék arra, hogy magyarok, ezekben a magyarokban még mindig van ellenállás, és a legszörnyűbb, hogy még a fiatalok körében sem tudnak olyan eredményeket elérni, mint nyugaton. Ezért taktikát változtattak. És mi a másik nagyon fontos ismérve ennek a világot uraló hatalomnak? Mindig demokráciára hivatkozik. Mindig azzal kezdi a mondandóját, az új világrend kiépítését, hogy mi hozzuk el nektek az igazi népi demokráciát. Olyan demokrácia lesz, hogy csak haj. És ugye láttuk. Láttuk Kun Béláék idejében a népi demokráciát. Láttuk 56-ban a népi demokráciát. Láttuk az úgynevezett rendszerváltozás idején a nagy népi demokráciát. És látjuk ma a demokratikus koalíciót. Ennyit az ő demokráciájukról. És amikor azt látták, hogy teljesen reménytelenek az általuk pénzelt, fizetett mozgalmak, pártok és politikusok. Nincs az a magyar ember, aki Fekete Győr Andrást akarná miniszterelnöknek ebben az országban. Nem, hogy magyar ember momentumos se nagyon volt, aki szavazott volna rá az előválasztáson, azért az kemény nap. Szóval... És nincs az a magyar többség, amely egy Gyurcsány kormányt akarna. És amikor erre rájöttek azokban a füstös szobákban, amiről ez a Fidesz propagandafilm megint nem beszél, akkor rájöttek arra, hogy nem fog menni. Nem tudnak ők kormányt alakítani. Mert ugyan elüzletelgetnek a Fidesz-szel, ugyan van közös cége a Strabag tulajdonosának, vezérigazgatójának, korábbi osztrák, szociáldemokrata, néppárt, figyeljetek, népi demokratikus párt elnökének és Mészáros Lőrincnek, vannak közös cégeik, üzletelnek egymással a globalisták és a Fidesz, és hiába veszel a mi programunkból a Fidesz néha megtévesztésként egy-egy programelemet, mint a déli határkerítést. Vagy, mint például most az úgynevezett családvédelmi vagy pedofil törvény egyes részleteit, amit mi nyújtottunk be Dúró Dórával néhány évvel ezelőtt a parlamentben, amikor persze a Fidesz azt lesöpörte, leszavazta. Azért néha rálép a Fidesz ennek a globális hatalomnak a tyúk szemére, néha összevesznek, marakodnak a pénzen, nem jut így elég pénz a globalista nagyvállalkozóknak. Leistinger Tamás is visszaszorult Magyarország leggazdagabb oligarcháinak a listáján, és ezért úgy vannak vele, hogy maradhat a Fidesz még, de lehet, hogy van jobb. Van olyan, aki teljesen ki akarja nyitni a határainkat. Aki nem csak pénzügyileg, gazdaságilag adja át Magyarországot, hanem még minket magyarokat is eltüntetne ebből az országból. Mert azért van egy olyan politikai erő, hogy a DK ennek a fő ideológusa, amely azt hirdeti, hogy európai Egyesült Államokat akar, és nem Magyarországot, főleg nem magyar Magyarországot. Mégiscsak jobb lenne a globális nagyuraknak, a disznófejű nagyúrnak ilyen kormány. És amikor azt látták, hogy Gyurcsány reménytelen, Fekete Győr András életképtelen. Jakab Péter belefulladt a lájkokba és a parízerekbe. Akkor azt mondták, hogy húzzunk lapot 19-re, találjuk ki azt, hogy a igazi, régi, megrögzött baloldali szavazók szavazzanak egy olyan miniszterelnök jelöltre,
aki azt mondja magáról, hogy keresztény, azt mondja magáról, hogy nemzeti, azt mondja, hogy neki fáj Trianon, és most a kampányban fölfedezi Erdélyt, mert ezek a magyarok ilyenek. Hihetetlen. Ezeket a magyarokat egyszerűen nem lehet rávenni úgy a devianciára, mint a nyugatiakat. És megtörtént újra az a csoda, amit valahol megterveztek. Megint azt mondják, és ünneplik a demokráciát, hogy soha olyan demokratikus döntés még nem történt, mint ami most az eddig balliberális, mától globalista oldalon történt. Előválasztást tartottak. Ők maguk választották ki a miniszterelnök jelöltjüket. Demokratikusan, a népi demokrácia legnépibb, legdemokratikusabb döntésével. És úgy épít most a CNN tegnap előtt. Úgy épít most a világot uraló disznófejű nagyúr egy miniszterelnök jelöltet, hogy valójában 124 ezer szavazatot kapott. Azzal nem, hogy választást nem lehet még nyerni, miniszterelnökké nem lehet válni, de még a baloldali vagy balliberális előválasztást sem lehetett megnyerni. Igaz, vakok között félszemű a király. Sikerült neki legyőznie Fekete Győr Andrást és Jakab Pétert. Gratulálunk! Igaz, a hasonló képpen vezetésre teljesen alkalmatlan tutyi-mutyi és többnyire életképtelen Karácsony, Gergely azért még így is megelőzte, sőt Dobrev Klára is. De elintézték. Elintézték, és Karácsony Gergely, aki kijelentette, hogy akkor lép csak vissza, hogyha elüti a villamos, másnap mindenféle hezitálás nélkül visszalépett, tehát elütötte a villamos. Csak azt nem tudjuk, ki volt az a villamos. Azt nem tudjuk, honnan indították azt a villamost. Pontosabban mi hazánkosok, sejtjük. És megtörtént ismét a népi demokrácia, van ismét Kumbéla, van ismét Rákosi Mátyás, csak most nemzeti köntösbe öltöztetik. Úgy látszik, ez a divat. Először a Fidesz öltözött nemzeti köntösbe, liberális pártból. Most az egész balliberális oldalt nemzeti köntösbe kezdik öltöztetni Márki-Zay Péter által. És bizony, jókat mulatunk és nevetünk ezen, de életveszélyes és hatékony a terv. Hatékony, mert látjuk, hogy amikor a viccek vicce, hogy Márki-Zay Péter kijelenti, hogy ő a harmadik út mögötte a DK-val, a legerősebb frakcióval, mögötte az apró pénzért megvásárolt Jobbikkal és a többiekkel, és van, aki tényleg elhiszi, hogy ő nem ugyanazt a globalista, balliberális, szocialista, kommunista, proletár diktatúra oldalt képviseli, amely évszázadok óta próbálja a nemzeteket szétszúzni, és a végcél, hogy ne legyenek nemzetek, és arctalan fogyasztók és rabszolgák legyünk. A 90-es évek óta erről beszélünk. És a folyamat évszázadok óta zajlik. És most a végéhez közeledik. 2020. júliusában, amikor a Világgazdasági Fórum elnöke Klaus Schwab bejelentette, újra bejelentették, hogy új világrendet szeretnének, Great Reset, akkor valójában az utolsó felvonáshoz készülődnek. Csak most nem tankok vannak, most nem a fegyvereket használják, sőt, még csak nem is direkt módon a bankokat, ők majd csak a végén jönnek, hanem a koronavírust. Egy tökéletes eszközt találtak arra, hogy megvalósítsák és befejezzék az új világrend építését, amit több száz éve építenek. Amely eredményeként nem csak a nemzeti tudatot számolják fel, amelynek eredményeként nem csak a nemzetek, országok határaikkal együtt szűnnének meg, és válnánk egy központból irányított világbirodalom részévé, hanem egészen eljutunk odáig a család és minden a társadalmat összetartó pillér felszámolásával, hogy végül bejelenthetik a régóta dédelkedett tervet, nem lesz majd készpénz, lesz majd digitális pénz, lesz majd a totális kontroll,
lesz a teljes uralom, lesz a totális mátrix, aminek a végén már nem lesz szükség ilyen összejövetelekre, megemlékezésekre, demonstrációkra, sőt családi ebédek, vacsorák sem lesznek többé. Akkor fejezték be a művüket. Akkor valósul meg az, hogy az az 1000 globális nagy cég, bankárdinasztia, amely a világgazdasági fórum mögött áll, aki finanszírozza, működteti és alapította a 70-es években a világgazdasági fórumot, a teljes kontrollt és irányítást átveti a világ fölött. És ehhez a digitális eszközöket is felhasználják, amely jobb bármilyen titkosszolgálatnál, valljuk be. És ebben az ördögi tervben most húztak egy lapot, ezt az MZP vagy MPZ vagy nem tudom milyen nevű lapot, azt a figurát, akinek a nevét egy néhány héttel ezelőtt még a kutya sem ismerte. Hódmezővásárhelyen talán, de már Ásotthalmon pedig nagyon közel vagyunk, már ott se ismerték. És most figyeljétek csak, mi történt a két forduló között. A francia nagykövet asszony itt Budapesten fogadást szervezett Márki-Zay Péternek, aki akkor még csak két vakot győzött le. Fekete Győrt és Jakabot. A francia nagykövet fogadást szervezett a számára. A fogadáson olyan országok nagykövetei voltak, ott nyugati országok, Egyesült Államok, nyugat-európai országok, számos nyugat-európai ország, Hollandia és többi nagykövet, és nem tudjuk, hogy miről tárgyaltak, milyen segítséget adtak neki, és közülük kihívta fel Karácsony Gergelyt. És kérdés, hogy 2018-tól kezdődően, amikor a vásárhelyeken kívül tényleg senki nem hallott még Márki-Zay Péterről, miért állt ott rendszeresen a vásárhelyi háza előtt az amerikai nagykövetség diplomata rendszámos autója? Ki ez az ember? Ki építi fel ezt az embert? Mit csinált Amerikában és Kanadában, mielőtt hazajött és megkapta a feladatot? És jelenleg az az óriási veszély, hogy sok magyar honfitársunk elfogadja, hogy csak két választás van. Mindkettő rossz, de a kisebbik rosszat akarják választani. Az egyiket úgy hívják, hogy Fidesz, vagy NER rendszer, a másik oldal pedig a globalista oldal, amely megtalálta külföldről a maga miniszterelnök jelöltjét is. El kell ismernem, ügyes húzás volt a globalisták részéről. És itt vagyunk mi, akik az igazi, valódi harmadik utat képviseljük. Nem ma kezdtük, ez a harc már nagyon régóta zajlik. És igen, utódai vagyunk az 56-os forradalmároknak, szabadságharcosoknak. Utódai vagyunk azoknak, akik szembeszálltak 1919-ben, 20-ban a proletár diktatúrával. Utódai vagyunk a nemzeti hadseregnek. Utódai vagyunk a pesti srácoknak. De nekünk ma egészen más eszközöket is be kell vetnünk a harcban. Két lehetőségünk van. Az egyik, amit 2006-ban elkezdtünk. A másik, amit a Mi Hazánk mozgalom alapításával kezdtünk el. És azért mondtam, hogy ez a csata lesz az utolsó csata ebben a háborúban, itt Magyarországon, mert hogyha mi 2022-ben elbukunk, akkor valószínűleg folytatódik 2006 a barikádok. Ha nem bukunk el, ha azt a hős, bátor, 105 képviselő jelöltet önök, ti segítitek abban a küzdelemben, hogy újabb csodát tegyünk, volt már ilyenben részünk, hogy óriási meglepetést tudjunk okozni innen Magyarországról a világ disznófejű nagyurainak, akkor már senki nem fog tudni minket megállítani. Ezért ez a csata most más. Máshol kell helytállnunk, nem elég az utcán. Részt kell vennünk egy olyan választáson, ahol úgy indulunk, úgy állunk a rajtvonalhoz, mielőtt elsütik a fegyvert, mint amikor a síkfutók felsorakoznak, és ott áll narancssárgában a fideszes síkfutó, ott áll mellette valami vörösben vagy kékben a globalisták futója, és ott állunk mellette mi, a Mi Hazánkosok, és mielőtt elsütik azt a pisztolyt, oda szalad hozzánk a versenybíró, és azt mondja, hogy bocsánat, ön ott a zöld.
ruhában, mielőtt elindulna, szeretnék egy hátizsákot tenni a vállára. De ez nagyon nehéz, ez a hátizsák tele van kővel. Aztán visszaszalad, de valaki visszaküldi, nem elég, nem elég, nem elég. Nehogy nyerjenek. Tegyünk egy bilincset a lábára, meg a kezére. És utána elsütik azt a startpisztolyt. Hát így kell nekünk ebben a küzdelemben. Média, oligarchák, CNN, francia nagykövet, amerikai nagykövet, mindenki nélkül kizárólag a saját erőmből. Mi, akik létrehoztuk a társadalmon a pusztán ezt a mozgalmat, mégis legyőzni az ellenfeleket és az ellenséget is. A globális ellenséget is. Ez az igazi Dávid Góliát harca, nem az, amit Orbán Viktor kommunikációs szinten vív. Ez lesz az igazi hatalmas nagy csata. És eltől 2022-ben, hogy van esélyünk a megmaradásra, vagy marad a barikád harc. Mindazzal együtt, hogy tudjuk, mert megtanultuk 2006-ban, hogyha nem leszünk ott a parlamentben, ha nem fogjuk egy napon kormányozni Magyarországot, akkor hazudhatnak rólunk, felhasználhatnak, bebörtönözhetnek minket, és 15 évvel később a részvételünk nélkül készülhet majd rólunk egy hazug film. Ezért kell nekünk megcéloznunk a világ legszebb parlamentjét, a magyar országházat, az országgyűlést, és természetesen a kormányzást, mert az a célunk, az kell, hogy legyen a célunk, hogy még a mi életünkben átvegyük Magyarország kormányzását, mert a gyermekeinknek már nem lesz lehetősége Magyarországot felszabadítani. Ez a célunk, ezért alakultunk meg. Tisztelt magyar honfitársaim, bajtársaim, harcostársaim! Nagyon nehéz lesz az előttünk álló néhány hónap. Ahogy mondtam, mint a síkfutó, úgy indulunk ebbe a küzdelembe. De nem csak ez lesz, lesz itt minden. Megpróbálják megbontani az egységünket, megpróbálják egyenként az ászlóvivőinket, a 106 országgyűlési képviselőjelöltet levadászni, ha nem megy, akkor megvásárolni. Mindent be fognak vetni ellenünk. És minden oldal egyszerre. A Fidesz ugyanúgy, mint a globalista disznófejű nagyúr. És még az is lehet, hogy óriási meglepetések történnek, hiszen a koronavírusra mindent rá lehet fogni. Még azt is, hogy nem lehet majd kampányolni, még az utcát is elveszik tőlünk, ha már a virtuális teret elveszik. Maradt az a néhány csatornánk, szó szerint YouTube csatornánk, ami még van, lehet, hogy azt is lelövik, hiszen az európai parlamenti választási kampányban lőtték le a Facebook oldalamat is. Mindenféle eszközt be fognak valószínűleg vetni a világ globális urai. De nekünk állni kell ezt a küzdelmet, ezt a csatát és minden ütést. Úgy, ahogy azt tettük az elmúlt néhány évtizedben, vagy akár sok-sok évtizedben, mint Pongrácz András. Mert nincs más választásunk. Nem engedhetjük meg azt, hogy játszanak velünk. Sem a magyarországi hatalmasok, sem a világ nagyurai. Nekünk előre kell menni, és mi 106-an országgyűlési képviselőjelöltek visszük az ászlót. Visszük a nemzeti zászlót, és visszük azt a zöld zászlót, azt figyeljétek, a mi hazánk zászlaját, amely szembeszáll nem csak a NER rendszerrel, hanem a világ disznófejű nagyurával is. Fel a győzelemre, itt az idő, most van soha.